Az Alkaisuma és Riad közötti mért szakasz volt az idei Dakar Rally leghosszabb etapja. A versenyzőknek 465 kilométert kellett megtenniük, a motorosok között a Hondát vezető Juan Barreda bort nyert, akinek ez a második szakasz győzelme. A szabadkai szakmeister Gábor a 120. helyen ért célba. Leghosszabb nap, féltem is tőle, mert félek a sötétben is, nem szeretek sötétben motorozni. De sikerült fél ötkor beérnem, úgyhogy teljesítettem a távot úgy, ahogy kellett. Motor tökéletesen működött, én jól éreztem magam, elég jó tempóba tudtam jönni. Az első 300 kilométert 4-5-en jöttünk egyfolytában, hogy cserélgettük egymást, mint a biciklisták. Aztán volt egy dűnés sorozat, ahol szétesett a társaság, és aztán mindenki egyedül ment a végéig. Gyenes Emanuelnak ma jól ment a KTM-je, ami az eredményen is látszik, hiszen megismételte tegnapi helyezését, amikor a 42-ként ért célba. Nagyon kellett koncentrálni végig, mert mivel hogy nagy sebességgel mentünk, minden kőre oda kellett figyelni, és nagyon sok kő volt ma. Tehát mentálisan nagyon, nagyon lefárasztott ez a mai szakasz. Egész nap egy 4-es, 5-ös bolyba motoroztunk, úgyhogy sok por is volt, de élveztem a mai szakaszt. Mondom, nagyon gyors volt, úgyhogy ez nekem tetszett a mai szakasz. Nem volt semmi hiba szerencsére, a motor is ma nagyon, nagyon jól ment, úgyhogy élveztem. A szaúd-arábiai fővárosban érezhetően kellemesebb az idő, mint a Haili térségben volt, így kényelmesebb lesz a motorozás is a riadi sivatagban. A mezőny végre megérkezett Riadba, az elkövetkező 4 napban itt zajlik majd a verseny. Holnap egy 345 kilométeres Riad körüli pálya vár majd a versenyzőkre. A híradót innen Riadból Zakinszky Márk tudósította.